Az egész történet úgy kezdődött, hogy 12 évig nem született ugye gyermek a családban, és nagyon szerettek volna a bátyáim, illetve a nővérem is egy kis testvért. Tulajdonképpen úgy imádkoztak meg a testvéreim, tehát várva várt negyedik gyermek vagyok. 2003 óta minden nyáron ellátogatok Torontóba. Az egyik ilyen utazásom során történt, hogy kisétáltam a kedvenc erdőmbe, és a fa tetejéről szerettem volna néhány fotót készíteni. Amikor lefelé jöttem, körülbelül 2 méter magasságban egy faágról csak úgy leugrottam. Viszont az alattam lévő talaj sáros volt és egyenetlen. Kicsúszott a lábam, és hátra estem. Akkora fájdalmaim voltak hirtelen, hogy nemhogy csak megszólalni nem tudtam, de levegőt sem kaptam. És éreztem, hogy mindkét combom lezsibbad egészen a térdemig. Nem tudtam segítséget kérni senkitől, mert egyedül voltam az erdőben. Csak annyit suttogtam, hogy Istenem segíts. És ezt ismételtem. Amikor csak tudtam egy nagyobb levegőt venni, akkor ezt sóhajtoztam, Istenem segíts. És ahogy itt sóhajtoztam, akkor elkezdtek egy picit múlni a fájdalmaim, a zsibbadás megszűnt, és újra kaptam rendesen levegőt, úgyhogy néhány perccel később arra is képes voltam, hogy fölálljak. És egy bizonyos szögben tartva a hátamat, de elindultam hazafelé, és haza is értem. Még 4 napot töltöttem Torontóban. Közben barátokat látogattam, együtt bulisztunk, még egy felvonuláson is részt vettem. Torontóból Magyarországig eljutni egy átszállással, az körülbelül 12 órás repülőút. Szóval 12 órát utaztam, és megérkeztem Budapestre. 2 nappal később már annyira erős fájdalmaim voltak, hogy muszáj volt elmennem orvoshoz, és az orvos azonnal beutalt a kórházba, ott megröntgeneztek, aztán egy tomográfiai vizsgálatra tovább küldtek. Tudtam, hogy ezt a vizsgálatot nem kérik alapesetben, úgyhogy akkor már sejtettem, hogy valami baj lehet. Az orvosok hosszasan konzultáltak, aztán engem is visszahívtak a vizsgálóba. Az orvos elém állt, és annyit kérdezett, hogy maga hazajött Torontóból? Igen, hazajöttem. Nem értettem a kérdését, és nem értettem főleg a riadalmat, ami az arcán volt. Aztán elmondta, hogy elég nagy baj van, ugyanis a gerincemben egy nagyon csúnya törés van. 2 csigolyám tulajdonképpen egymásba roppant. Az egyiken több törésvonal keletkezett, a másik pedig keresztbe tört. Vagyis az, hogy én egy hétig semmit sem tudtam a helyzetem komolyságáról, az egy olyan veszélyforrás volt számomra, bármelyik mozdulatom során lebénulhattam volna. Annyira komoly félelem lett rajtam úrrá, hogy nem tudtam miatta aludni. Sokszor éjjel arra riadtam föl, hogy valami azt kiáltja bennem, hogy lebénulhattál volna. Aztán Istennek adtam hálát, hogy ott a fa alatt azt a sóhajszerű imádságot, mert egy sóhaj volt csupán, de egy őszinte imádság volt abban a helyzetben, hogy azt meghallgatta. És hogy egyre jobban betöltötte a szívemet ez a hálaérzés, hogy egyre jobban kiszorult a félelem. A gyógyulási időt körülbelül 1/2 évre becsülték az orvosok. Amikor hazamentem a kórházból néhány nap után, rögtön dolgozni kezdtem. Gyakorlatilag szinte megszűntek a fájdalmaim. Aztán körülbelül 4,5 hónap múlva síelni mentem. Tudok sportolni, tudok ülőmunkát végezni, gyakorlatilag bármit megtehetek. A balesetem története az életem egy nagyon fontos története, de nem pusztán erről szól az életem. Megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy meg vannak bocsátva a bűneim. És az a kéz, amely ott tartott a fa alatt, az a kéz tart ebben a pillanatban is engem, és ebben a kézben tökéletes biztonságban vagyok. Városi Anett vagyok,
felmentve.